It's been a long time. Long time. We shouldn't have left you. Left you. Without a dope beat. Step two. Step two. Step two. Step two. Step two. Step two. Sziasztok, Rácida vagyok. Születtem 2003-es Rózsikán. Ebben a mai videóban egy kicsit más hoztam. Elnézést szeretnék kérni. Tari Ádámtól ennyire csúnyán beszéltem róla, meg ocsmálódtam. Nagyon sajnálom, de már az ember felesített. Feladom, hogy nézett a videót, akkor sajnálom. Erre nem tudom mit mondani, de kérlek szépen, hogy volt bele, hogy én már eljöttem tőled, és átálltam a sorban a bíró. Ebből a szóban átadom, és nem szólt. Sziasztok! Sajnálatos módon most is benne kell lennem a videóba. Nem szeretek szerepelni egyáltalán, nem az én hívem. De viszont, amit én is kapok a kommentekbe, azt nem kívánom senkinek sem. Magyarul mondva, olyat írnak a Gézának, hogy megbaszom anyádnak a nyakát, azt az öreg nyakát, meg ilyen dolgok. Hát bántok én valakit? Vagy pedig az én gyerekem bánt valakit? Az, hogy most úgy beszélt az Ádámról is, hogy olyan lelkileg össze volt törve a gyerek, vagy ő is kap hideget, meg meleget. Ezt az Ádám is megteszi vele a videókkal, hogy kigúnyolja gyerekemet, hogy tagol a Géza. Sajnos ez egy betegség a Gézánál. Mert ugyanis egy olyan betegsége van, hogy az agya állandó jellegett 12 éves kora óta. Hangot hallott, egy női hangot a fejébe, hogy ő egyen. Ha elhiszetek, ha nem, erről nekem van dokumentum, papírjaim is. Ezt ugye a Norbi is tudomásul vette, meg beismert, hogy a Géza beteg, de viszont a többi embernek meg a véleménye nem érdekel. Nagyon fájt, amikor belenéztem a Gézónak a kommentébe, hogy volt olyan személy, aki azt írta, hogy nem éred meg a 18 éves kort, nem éred meg a hónapot, miért nem halsz már meg, te dagadt disznó. Én nem azért szültem a gyereket a világra, hogy a világ dolga legyen, százezerszer is elmondom, hogy eltartjátok a Gézót, csak mivel az apja a Gézónak a karja között halt meg. Nagyon sok mindent nem tudtok ti a gyerekemnek az életéről. Ezért kérek mindenkit, hogy ne bántsa gyerekemet. Ne bántsa gyerekemet. És a másik pedig az, hogy az Ádámmal én is meg voltam elégedve, most nem erről van a szó. A Géza az így döntött, de viszont az én befolyásolhatásom alatt is volt a Géza. Én elmondtam a Norbiról a dolgokat, hogy én ismerem, mivel én 55 éves vagyok, a Norbi úgy tudom, hogy 50 éves. Én mióta fiatalságomat éltem ezelőtt, 35 évvel ezelőtt, 20 éves koromban, 18 éves koromban hallottam már Norbiról, néztem az egész tévéadás ő belőle át, hogy ő miket produkál, ugye egészséges dolgokat, ezt azért hagyd mondjam ki, ő is egy kövér gyerek volt, azt is hallottam, olvastam is az újságból a fiatal koromban. Meg követtem is a Norbit, én úgy döntöttem, mivel hogy felvállaltunk magunkat a Géza, hogy én nem tudom azt a kaját biztosítani a gyereknek, amitől a Géza egészséges lesz és lefogy, sajnos hátrányos helyzetűek vagyunk. Százezerszer elmondtam, lakásunk nincsen, albéletben lakunk. De különben majd a tévés be fogja mutatni a fürdőszobát is, hogy milyen körülmények között kell a Gézát öröltetni. Ezt miért nem lehet az embereknek megérteni? Ha meg kap a Géza számlájára, azt ne írja senki. Persze, nem kapunk, elfogadjunk, de nem lopunk, nem csalunk. Mint az én gyerekem a természetes dolgot adja. És akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem. És nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy a Gézó létesítette ezt a YouTube csatornáját. Már egyszer el is vették a Gézótól, ővele itt csináltak ma nagyon sok rosszat. Sőt, ővele csináltak, mióta gyerek ővállalta a legrosszabbakat. Most jött a Norbi, aki ajándék a számunkra, hogy a gyerekemnek biztosítsa az étrendet, meg le fog fogyni tőle Géza. Akkor mi fáj ez az embereknek? Nem kell, nem kérünk mink pénzt. Ha önállóan ad valaki, elfogadjunk természetesen, mert az nem lopott pénz.
Az nem könyörgés, az nem kéregetés. Már mostanában a gyerek még a bankszámla számlát sem merik kirakni. Könyörgök, hát mit akartok ti a beteg gyerekemtől? Hagyjátok már békén, és fogadjátok el azt, hogy a Norbit választotta. Norbi egy szakember. Ezt fogadjátok el. Én azt akarom, hogy az én gyerekem éljen. És Ádám, ne haragudjál, nagyon szépen kérlek. Ebben az én kezem is benne volt, hogy én elbeszélgettem a Gézával, hogy nem volt én nekem vele semmi bajom, meg most se nincsen. De viszont, hogy mondjam neked, az egy dolog, hogy kiadtál neki egy étrendet, szép és jó, meg egy edzésrendet. De viszont nem tudtam azt a kajákat megvenni. Mert nem volt miből. Mire Zalbi lettett a rezsit, mindent kifizettem, úgy a Gézára varatni kell a ruhákat. Nagyon nehéz rákapni. Ha meg kapok rá 5-6 ezer forint egy póló, a nadrágról már nem is beszélve. Akkor mi bűnt követett el az én gyerekem? Mondjátok már meg ezt én nekem. És még egyszer mondom harmadszorra, engemet hagyjatok békén. Én nem bántok senkit. Olyan szavakat ocsmároltok engemet, én nem tettek arról, hogy én itt meg vagyok öregedve. Hát sajnos az élet ilyenné tett. Volt miért, mert minden nap a gyerekemre nézek, és az az igazság, hogy sokszor volt úgy, hogy nem volt kedve élni. Mert kiment az irányítás a kezemből, hogy mit csinálják a Gézával. Mert mindenhol a pénz mindenhol, az kombinál, mindenhol. Hát csak fél meg a patikába veszek egy fejfájású gyógyszert, 1500 forint. Hát akkor miről beszélünk? Na megkérek mindenkit, ne bántsák a gyerekemet, főleg engemet. Főként engemet, mert én sem bántok senkit sem. És a csúnya szavakat egy özvegy asszonnak, egy 55 éves asszonnak, egy fiatalok, egy taknyosok, olyanokat írkálnak nekem pázár szavakat. És vegyétek tudomásul, hogyha ez így megy tovább, főjelentést fogok tenni. Mert sajnos ti kezdtek, nem tudjátok, hogy a Géza mellett kik állnak, és mellettem. Ezt itt nem tudjátok. No, köszönöm szépen, hogy megnézted a videót. Ennyi nem volt, hogy tetszett, iratkozom fel, és amely lájkot, Géza Officinál voltam, maradok és leszek. Peace. It's been a long time, wishing to left you.